Sziasztok, Horváth Petra vagyok. A következőben optikai lencsék nevezetes sugármeneteit vizsgáljuk meg. Optikai lencsék gömb vagy sík felülettel határolt fénytörő közegek. A nevezetes sugármenetek vizsgálatakor az úgynevezett geometriai modellt fogjuk használni, amely szerint a fény adott fényforrásból minden irányban fénysugarak formájában terjed, tehát eltekintünk, nem vizsgáljuk a fény természetét, hogy hullám vagy részecske-e. Ez a modell feltételezi, hogy a fény homogén közegben egyenes vonalban terjed, határfelület esetén visszaverődik vagy és megtörik, illetve hogy a fény útja megfordítható. Ezt fogjuk kihasználni majd a nevezetes sugármenetek vizsgálatakor. Két lencsével végzem el a kísérletet, az egyik egy domború lencse, a másik pedig egy homorú lencse. A fényforrásunk egy monokromatikus fényforrás, egy lézer. Nézzük a kísérletet. Először a domború lencsével kezdek. Nézzük a domború lencse nevezetes sugármeneteit. Ha egy fényi nyalábot bocsátok a lencsére, láthatjuk, hogy a lencsén áthaladva, megközelítőleg kétszeres törést szenvedve, a fénysugár iránya megváltozik. Nézzük, hogyha párhuzamos sugárnyalábokat bocsátunk a lencsére. Megpróbálom beállítani, hogy körülbelül az optikai tengelyre essen. Ups. Hát talán így megfelel. Tehát a fénysugarak egymással és az optikai tengellyel is párhuzamosak. Ezeket a fénysugarakat a domború lencse egy pontba gyűjti össze, ezért gyűjtő lencsének is nevezzük. Ezt a pontot pedig fókuszpontnak vagy gyújtópontnak. Ahogy korábban említettem, a fény útja megfordítható, tehát hogyha a fókuszpont irányából vizsgáljuk a jelenséget, akkor ezek a fénysugarak a lencsén áthaladva párhuzamosan egymással és az optikai tengellyel is párhuzamosan folytatják útjukat. Ha éppen az optikai középponton halad át a fénysugár, akkor iránya nem változik meg. Ez volt tehát a domború lencse. Nézzük a kísérletet homorú lencsével is. Homorú lencsén is megfigyelhető a fénytörés jelensége, tehát az irányváltás. Nézzük, ha párhuzamos sugárnyalábot bocsátok a lencsére, mi történik. Az optikai tengelyen és egymással is párhuzamosan érkező fénysugarak a lencse mögött, fénytörés után széttartóvá válnak. Ezen fénysugarak lencse mögötti meghosszabbításai, talán itt egy picit látszik, hogy egy pontban találkoznak. Ez az úgynevezett virtuális fókuszpontja a homorú lencsének. Mivel ez a lencse széttartóvá teszi, szétszórja ezeket a fénysugarakat, ezért szóró lencsének is nevezzük. Köszönöm a figyelmet!